Tiszató kerülő kerékpártúrát szervezett a Tiszató térségi fejlesztési tanács június 28-án. Ennek a túrának két különlegessége is volt, először járhatták be a résztvevők a nem régen átadott kerékpárutat és új hidakat, valamint a túra utolsó előtti állomásán a tiszaörvényi szivattyú telepen egy emléktábla leleplezésére is sor került. Ennek a kerékpártúrának már több éves előzménye van, hiszen a Tó születésnapja alkalmából a Köti Vizik szervezte meg korábban éves rendszerességgel a Tiszató napját, aminek része volt ez a túra is. Ezúttal a vízhelyzet miatt elmaradt a május közepére tervezett esemény, de ennek a túrának a megszervezésére már volt lehetőség. A bicikli túrának hagyományosan résztvevői a megye, a Köti Vizik, a környező települések, az érdekelt turisztikai vállalkozások vezetői, képviselői is, akikhez csatlakoznak a családtagok, barátok, kerékpáros szervezetek tagjai. Mindenkit szeretettel üdvözlök ezen a hagyományos Tiszató kerékpártúrán, tókerülő kerékpártúrán. Egy kicsit kihúzott ez a program, hiszen mindig mi kezdjük a szezont. Mi kezdjük a kerékpártúrákkal a szezont, de a járványhelyzet miatt, koronavírus járványhelyzet miatt ez most egy kicsit csúszott. És mindenki, aki már évek óta csatlakozik ez a kerékpártúrához, szél, eső, vihar, napsütés volt, most lesz a legnagyobb kánikulás kerülés. De a hangulaton nem fog változtatni, minden településen megállunk, hiszen várnak bennünket a települések, megmutatják mindazt a szépséget, mindazt a jót, amivel egy vendéget tudnak várni, és örülök neki, hogy ilyen szép számmal vagyunk jelen. Én gondolom, hogy ennek a hagyománya folytatódni fog. Köszönöm a szervezőknek, köszönöm a kerékpáros centrumnak, hogy biztosítja a járgányokat, köszönöm a vízirendészetnek, hogy rendőrségnek, hogy biztosít bennünket, köszönöm a települések vezetőinek, hogy vendégül fognak bennünket látni. Én biztos vagyok benne, hogy a nap végére fáradtan, leégve, de nagyon jó hangulatban fogunk ide megérkezni a célhoz. Mindenkinek jó tekerés, nagyon jó sportolást kívánok, és hajrá! Mindjárt. Köszönjük szépen, képviselő úr, és egy rövid köszönő erejét még továbbadnám a szót Kubai elnök úrnak. Kedves vendégeink, kedves résztvevők, mindenkit nagy szeretettel köszönök, és mindazoknak a körülmények, várható körülmények az ellenére, hogy vállaljuk ezt a mai tortúrát. Képviselő úr által elmondott remek hangulatban kívánom én is mindenkinek eltölteni a mai napot. Megcsodálhatjuk a vadonatúj kerékpáros hidakat, megcsodálhatjuk azt a gyönyörű panorámát, amit a Tiszató nyújt számunkra. Egyre sikeresebb a Tiszató, egyre sikeresebbek az itteni attrakciók, egyre vonzóbb turisztikai attrakció, turisztikai célpont, és látok az köszöntöm László Simon elnök urat Heves megyéből, és nagyon örülök annak, hogy az elmúlt három hónapban mégiscsak ez a fajta aktív turizmus felértékelődött, amit a Tiszató képes nyújtani, akár a kerékpáros turizmus, akár a más aktív turisztikai attrakciók és a horgászat is. És amit a jövőben a fejlesztések terén el lehet mondani, hogy minden önkormányzat, aki a Tiszató térségébe tartozik, nagyon komoly fejlesztésekkel készül, tehát minden egyes ilyen éves, rendes, Tiszató kerülő, kerékpártúra majd újabb és újabb állomásokkal és újabb látványosságokkal, attrakciókkal fog bennünket megörvendezni. Ezért külön köszönet a polgármestereknek azért is, mert valószínűleg finom ételekkel és italokkal fognak várni bennünket az egyes megállókon, és azért is, mert lelkesek és a településeikért és a települések vonzereiért, az ottani vállalkozókért és az itteni életminőségért nagyon sokat tesznek, ezért is köszönet. És mindenkinek, aki a mai hangulatot hozta, mindenkinek, aki a mai időjárást hozta, nagyon szép napot és nagyon kellemes élményeket kívánok. Köszönjük szépen, elnök úr! Röviden néhány gondolat a biztonságunk érdekében kapitány úr részéről. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Hát Kulmer biztos úr tesz róla, hogy egyre kevesebb dolgunk van. De azért én azt gondolom, hogy a biztonság a legfontosabb, ezért illeszkedve kerékpárhoz, kerékpáros rendőrök fogják az önök biztonságát szavazolni, illetve helyi polgárőrök is segítenek. Egy biztosító csoport elől, egy biztosító csoport hátul, azonban két évjárművel hermetikusan a csoportot le is fogjuk zárni, és kérjük így végig. Én annyit kérnék mindenkitől, önöktől, hogy
amikor majd értékelés lesz a végén, majd legyen úgy, mint tavaly volt, hogy csak ötöst adtam mindenkinek, és akkor nem lesz balesetünk, nem lesz sérülésünk, az egy is izomlát volna. Mindenkinek jó tekerést kívánok, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, annyit még hadd mondjak már el, hogyha valaki úgy érzi, hogy bármikor a túra alatt szeretne megállni és befejezni a túrát, akkor egy szervizautó jön mögöttünk, föl lehet rá ülni is, meg föl tesszük rá a kerékpárokat is, jó? Mert a Tiszatavi Kerékpáros Centrumnak a autója, Molnár Péter ügyvezető úr vezetésével itt lesz velünk végig, jó, és gondoskodnak rólunk minden tekintetben. Én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy tartsuk a menetrendet, próbáljuk, mert itt tudunk 5 órakor visszaérkezni, mint ahogy az szerepel is a programban, úgyhogy 3 perc múlva indulás. A szervezők által kiadott ütemterv szerint indult el a csoport nem sokkal 9 óra után Poroszló felé. Akik nem voltak itt a június 20-án megtartott projektzáró ünnepségen, azok kíváncsian várták, milyen lett a 6,5 kilométeres kerékpárút és a 33-as főút mellett a tó és a Tiszató folyó felett megépült 3 híd. Az új beruházásokon kívül a tó és a folyó látványa miatt is érdemes volt elindulni ezen a 67 kilométeres úton. A túra résztvevői nem könnyű feladatra vállalkoztak. A kerékpáros centrumtól indulva a kerékpár úton, majd a gáton haladva Poroszló, Sarut, Kisköre, Abátszalók, Szöllős érintésével jutottak el Tiszaörvényre, ahol egy hosszabb megálló várta őket délután 16:30. Az érkezőkön meglátszott az egész nap fáradtsága, a 34 fokos hőség izzadtan kipirulva álltak meg az örvényi szivattyú telep előtt. Thank you.
a szivattyúház előtt megtartott kis ünnepség szervezője a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság volt. A szervezet számára egy fontos vízügyi technikai emlék, és a mai napig működő telep az 1940. június 20-án átadott Tiszaörvényről induló öntözőrendszer. A szivattyúkkal kiemelt öntözővizet egy nyomómedence tereli a vasbeton csatornahídba, majd a tiszafüredi öntöző főcsatornába. A főcsatorna egészen Kenderesig húzódik. A tiszaörvényi szivattyú telepecs ezzel együtt a tiszafüredi öntözőrendszert Horthy Miklós kormányzó helyezte üzembe 80 évvel ezelőtt. Kállai Miklós, a Magyar Királyi Öntözés Ügyi Hivatal elnöke, Teleki Pál miniszterelnök, Teleki Mihály földművelésügyi miniszter és József főherceg jelenlétében. A kötivizik több tablóból álló látványos fotó és dokumentumgyűjteménnyel is megemlékezett a telep átadásának 80. évfordulójáról. A szivattyúház előtt megtartott ünnepségen először Fejes Lőrinc, a kiskörei szakaszmérnökség vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd a kötivizik igazgatója Lovas Attila emlékezett meg a telep létrejöttének előzményeiről, illetve annak működéséről. A tisztelettel köszöntöm Önöket Tiszaörvényben, a Tiszaörvény öntözővíz átemelő szivattyú telepnél, ahonnan indul a tiszafüredi öntözőrendszer. A mai nap egy ünnepnap számunkra, és hogy létóképpen megemlékezzünk az elmúlt 80 évről, itt három tablót látnak, amit munkatársaim készítettek, és a szivattyú telepet az öntözőrendszert üzemeltető gépészek, csatornőrök már nagy várakozással tekintettek a mai nap elé. Az első tablón az építkezés és az ünnepélyes átadásnak a időszaka látható. A második képen a 60-as éveknek, 70-es éveknek az üzeme, és mióta visszakerült hozzánk ez az öntözőrendszer, az utána megkezdett út látható a fenntartási, karbantartási feladatainkkal, azoknak a nehézségeivel és a szépségeivel. Úgyhogy ma javaslom, hogy nézzék meg Önök ezeket a tablókat, hiszen most láthatók először, és hát majd talán legközelebb, 20 év múlva. Úgyhogy én átadnám a szót az emléktábla avatáshoz igazgató úrnak. Tisztelt uratársak, lehet így fogalmazni. Amikor a víztúra szervezéséről hírt szereztünk, és meghallottuk, hogy június 20-án lesz, akkor nagyon megörültünk, mert 80 évvel ezelőtt pontosan, ez azon a napon pontosabban, június 20-án került fölavatásra ez a létesítmény, és ezt az avatást akkor a Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó, a miniszterelnök, a Királyi Öntözésügyi Hivatal elnöke és a földművelésügyi miniszter jelenlétében avatta föl személyesen a kormányzó, és azóta gyakorlatilag folyamatosan szolgálja a magyar öntözésügy ügyét. Hát amiért pedig megépült, az is viszonylag rövid sztori volt, mert 1937-ben elfogadtak egy öntözési törvényt, ami az Alföld öntözését tűzte ki célul, és három évvel később ez a létesítmény üzembe is lépett. És annak ellenére, hogy már a háborúban állt az ország, akkor mégis viszonylag gyorsan meg tudták építeni. Hogy a pengő mennyivel jobb volt akkor, 3,3 millió pengőből építették meg az egész öntözőrendszert, ami körülbelül majdnem a Tiszató nagyságát teszi lehetővé megöntözni, egészen innen Kenderes határáig. Véletlenül pont a kormányzó földjei vannak az öntöző rendszer végén, de hát ez csak a véletlen műve lehetett. És most, amikor a rekonstrukciós programot készítjük, csak az első ütem az 1,5 milliárd forintra jött ki, tehát a pengő és a forint között azért jelentősen változott az átváltási arány, de arra úgy gondolom, hogy büszke lehetünk, hogy a magyar ipar 80 évvel ezelőtt képes volt olyan létesítményeket, olyan gépeket gyártani, ami most is gyakorlatilag folyamatosan, különösebb változtatás nélkül képesek a feladatuknak megfelelni. És hogy a komplex fejlesztés mennyire fontos volt akkor is, a legolcsóbb elektromos árammal üzemeltetni egy szivattyút, és nem szénnel fűtött gépekkel, vagy dízel üzemanyaggal hajtott gépekkel, és hogy ezt árammal lehessen hajtani, építettek egy vízi erőművet, innen 60 kilométerre Kesznyétennél, kiépítettek egy 60 kilométer hosszú távvezetéket, és a Sajón megtermelt vízi energiával hajtották meg a szivattyú telepet.
hát most már nem onnan jön, hanem valahonnan jön az áram, lehet, hogy éppen a kiskörei duzzasztóműtől, de most is elektromosként üzemel. És úgy gondolom, hogy talán ennél méltóbb helyszín nem is lehet, hogy az öntözés ügyét megemlítsük, mert most már ismét reneszánszát írja ez a kérdés. És úgy gondolom, hogy ugyanilyen létesítményeket képesek leszünk most is építeni. Úgyhogy ezen rövid gondolatokkal felszeretném kérni a mellettem állókat egy emléktábla fölavatására, amire a megye, a város és a vízügyi igazgatóság neve van fölvésve, mint emléktábla avató. Úgyhogy osztogunk szét is. Köszönöm szépen a figyelmüket! Az évforduló alkalmából leleplezték azt az emléktáblát, amelyen a jelenkor tisztelettel adózik az elődök példamutató alkotása előtt. Lovas Attila egy koszorú elhelyezésével is hozzájárult a tisztelgéshez. A tókerülő kerékpártúra résztvevőit egy kis frissítő várta a közeli Kormorán vendégházban, majd újabb 4 kilométer tekerés után visszaérkeztek a kiinduló pontra, a tiszatavi kerékpáros centrumba.